A téli szezonban a tüzelő az, amire a legnagyobb szükség van. Így az év során a közterületekről kivágott fákat feldarabolva szétosztják a legrászorulóbbaknak és a nagycsaládosoknak. A város területén különböző helyeken sajnos ki kell vágni fákat, és ezek a fák kerülnek begyűjtésre, ezt nem elkótyabetyéjük, begyűjtjük, és ezeket osztjuk ki a szociálisan rászorulók részére. Összesen 80 köbméter fával segít az önkormányzat, egy háztartásnak pedig ebben az évben is egy köbméter fajut. Ebben az évben 80 folyóköbméter fát vágtunk ki a saját területeinkről, és ezek kerültek kiosztásra. Ebből tehát tulajdonképpen a Máltai Szeretett Szolgálattal végezzük mi ezt a tevékenységet, és ebből minden képviselő 10 családot tudott megsegíteni. Az adományoknak pedig nagyon örülnek. Földi Ildikó egyedül neveli 2 gyermekét, azt mondja, ezzel a mennyiséggel körülbelül 2 hónapig tud majd fűteni. Úgy általában egy hónap, 2 biztos, hogy kitart, mert ha a gyerekek így iskolában, meg bölcsödébe vannak, akkor nyilván az ember nem tüzel annyit. Tehát azért jelentősen csökkenti a pénztárcámnak a kiadását, tehát a házi kiadás. Tehát nagyon nagy segítség. A Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai minden évben aktívan részt vesznek a tüzelő osztásában. Folyamatosan dolgoznak, hogy mindenki még a hideg tél beállta előtt megkapja a szükséges tűzifát.